9%-kal növekedett az előző évben. Én azt hiszem, ennek örülnünk kell. Mindig örülni kell annak, hogy az építőipar előre megy, mert ha az építőipar halad, akkor azzal együtt halad minden más. Ha az építőipar nem halad, később azzal együtt nem halad minden más. Nem tudom, ki járt valamikor a háború után Szerbiában. Van valaki? Hát akkor te is láttad biztosan, de azt is lehetett látni nekem annak itt szerb barátaim, és említették, hogy háború után nem épült más, csak lakás. Na most tudjátok, amikor csak lakás épül, akkor az nem túl jó egy gazdaságnak. Szerencsére egyébként Magyarországon egy most fordítva van. Lakás. Az építő munkásnak valahol lakni kell. Ez is igaz, neki is kell lakás, így van, köszönöm szépen. Magyarországon ez másképp alakult az elmúlt néhány évben. Ez úgy alakult, hogy a lakásépítés egy picit visszaesett, viszont az ipari építések, illetve az infrastruktúrális beruházás, útépítés, mélyépítés, vasútépítés, csatornázás, ez pedig működött. És látjuk, hogy egész szép adatok voltak, a GDP 2,9%-kal emelkedett 14-hez képest. Ennek örülünk el, örülünk is. És mondom, mutatnék most egy olyan adatot, ami megmondom, hogy engem is meglepett. Még majd mindjárt mutatom először, pár szót szólok rá róla. Igazából az, hogy ugye tudjátok, hogy 2008-ban, amikor elindult az Egyesült Államokból egy ilyen világválság, az Magyarországot is érintette valamilyen szinten, és a magyarországi építőipart pedig komoly mértékben érintette. Azt a görbét nem vetítem le, hogy hogyan érintette a magyarországi építőiparát, viszont hogy a MAPE-t hogy érintette, azt levetítem nektek. Ez a görbén azt látjátok, hogy 2007 óta, hogy alakult a MAPE Kft. Árbevétele. És sajnos nem tette le, van egy görbém, amit alá lehetne tenni, hogy alakult a magyar gazdaság építőiparnak az árbevétele, illetve a teljesítménye. Egyébként 2007-ben körülbelül 2000 milliárd forint körül volt, mondom, a termelés az építőiparnak, és ha megnéztek, akkor a MAPE Kft.-nek volt 5 milliárd és egy kicsi az árbevétele. 2015-ben az építőiparnak a teljesítménye szintén 2000 milliárd körül volt, kicsit kevesebb. MAPE Kft.-nek pedig ez 9,3 milliárd utat. Teljes cég, ez a belföldi árbevétel, a teljes cég bevétele 9,8 milliárd forint volt majdnem, tehát 10 milliárdhoz közel jártunk. A két görbét, ha egyébként egymás alá tettem, akkor teljesen másképp haladt. És ez azt jelenti, hogy nekünk elég komolyan sikerült a piaci növekedést, vagy csökkenést, a növekedést is megfejelni, a csökkenést pedig kivédeni valamilyen szinten, nem teljesen sikerült, én is sem természetesen. Mindenesetre ez egy olyan görbe, ami nagyon tetszett nekem, és nagyon tetszett a csapatnak is, amikor bemutattam az évelei munkatársi találkozón összejövetelen. Talán nem mondtam még, de minden évben van legalább 4 ilyen összejövetelünk. Mindig megkérdezik a cégvezetők, hogy van ezen. Az országban mindenhol vagyunk, 150-en vagyunk, hát úgy van, hogy összejövjük az embereket, nagyon egyszerű. Meg mondjuk, hogy most találkozunk is, akkor bemutatunk néhány dolgot a cégről, a fejlődésről és a helyzetről. De én is nem tudom, hogy mennyire vagytok ebben, úgy otthonban figyeltek erre. Van egy olyan elméletünk, hogy jobb, ha az emberek kapnak információt, mint hogyha kreálnak. Az nem biztos, hogy jó. Na, akkor nem azt kreálják, amit mi szeretnénk. Azt rábízni a sajtóra. Rábízunk a sajtóra is természetesen. Odaadjuk. Néhány adatot mutatnék a tavaly évre, amit mi értünk el, hogy ennek a növekedésnek, amit láttok a 9,8 milliárd forintnak, 9,3 belföldi forgalomnak, mi volt a háttere, milyen dolgot kell megtennünk azért, hogy ez létrejöjjön. Pár adat, a megvalósult tárgyalások száma, tárgyalások, amiket az értékesítők folytattak az országban, 20.990 darab ilyen tárgyalás, illetve a megszerzett új partnerek száma 2.170 darab. Egyébként azért tudom ilyen pontosan, mert talán akik voltatok már nálunk sajtótájékoztatón, azok tudjátok, aki nem az, meg majd most meghallja, hogy mindenről statisztikát vezetünk. Minden egyes mozdulatunkra igyekszünk vezetni, azért, hogy lássunk, hogy merre megyünk. Javaslom nektek is egyébként, érdemes, az ember meglepődik időnként, hogy mi minden történik, ha a statisztikákra ránéz. Még egy adat, hogy a velünk együttműködő kereskedők forgalma egyébként 2015-ben 14-hez képest 22%-ot nőtt, tehát hasonló, mint hogy mi is nőttünk. Az abszolút értékben 14-ben a forgalmunk az 6 milliárd volt egyébként, 6 milliárd forint, 7 milliárd 400 millió volt 15-ben, 13-ban, bocsánat, volt 6 milliárd, és 14-ben pedig 7 milliárd forint. Oké. Még egy pár adat, jó? Kiszolgáltunk 15-ben
67.542 tonna árut. Ennyi árut mozgattunk meg. Egy másik szám, a kommunikációnk száma egy nagyon nagy törvény, hogy a kommunikáció mennyisége arányosabb, vagy bevétel arányos kommunikáció mennyiségével. A kommunikációk száma, ezek azok a kommunikációk, amit mi közvetlenül mi küldtünk ki valahova e-mailen, ez lehetnek kivitelezők, kereskedők, lehetnek akár lakossági szereplők is, 5.844.462 darab. 2014-ben ez a szám, ez 3 milliárd alatt volt. 5 millió, bocsánat. 5.844.000, 5 milliárd sem lenne rossz egyébként, osszuk el 1000-re, és akkor lesz 5 millió. Az adatbázisunk, amit látjátok, 194.000 fő, ez is nőtt 2014-hez képest nagyon sokat. A mapejpontok szám, mapejpontoknak nevezik azokat a kereskedéseket, ahol különböző mapej elemeket, eladás ösztöző elemeket megjelenítünk. Polcokat, zászlót, plakátokat és a többi, és berendezünk egy ilyen üzletet. Ez 624 darab. És ki az, aki közletek tavaly volt a sajtótájékoztatónkon, tegye már fel a kezét, ha megkérhetem. Na, jó páran voltatok, köszönöm szépen nektek. Természetesen Veronika is volt. Kárci. Azzal kezdtünk ugye, hogy fociztam a Fradi pályán, mekkora élmény volt. Egy csapattal, aki engem támogatott, és ugye a gólt nem én rúgtam, ezt még talán emlékeztek rá. És csak azért hoztam ezt föl, hogy ennek a nagy eredménynek, és amit Veronika is mondott, ennek a 25 éves sikernek, amit a Mapeit Magyarországon felmutatott, ez nem egy ember teljesítménye, ez egy teljes csapat teljesítménye, és ezt csak egy csapattal tudtuk létrehozni. Sehogy másképp nem lehetett volna ezt létrehozni, egy olyan csapattal, aki tényleg képes mindenre, ami a Mapeit előre viszi. Szó szerint mondom, tényleg mindenre képes. A egytől egyig, tehát az első embert az utolsóig, aki nem volt rá képes, az már nincs nálunk egyébként. Ő magától elmegy. És ahogy például az, hogy most, ha akármilyen hihetetlen vagy akármilyen hülye hangzik, az, hogy mi itt vagyunk, az, hogy mi így vagyunk itt, ahogy most vagyunk, ez nekem semmi közöm nincs. Én ehhez egyetlen szót nem szóltam, csak annyit tudtam, ránéztem a prezentációra, megnéztem a fordítást, de az, hogy hol legyünk, hogy legyen, semmi közöm hozzá, túl sok közöm nincs, annyi közöm van hozzá, hogy felvettem embereket, akik nekem ezt elvégzik. És ez a csapat az, aki igazából létrehozta ezt az óriási eredményt. Nagyon sokan voltak, akik már nincsenek nálunk, mert máshol mentek, most viszont még mindig itt vagyunk 146-an, majdnem 150-en. Úgyhogy nekik ezt köszönöm, nagyon-nagyon szép munkát végeztek tavaly. Néhány referenciát bemutatnék tavaly évre vonatkozóan. Ezek azok az épületek, várját bemutatjuk is, azok az épületek, ahol mi jelen vagyunk, amiket mi megépítettünk, a saját termékeinket támogattuk, hogy létrejöjjenek. Ugye az Aria Hotel, nem sorol fel a termékeket, nekem le van írva 15 termék, nagyon sok hidegburkolati ragasztók, segédanyagok, javítóanyagok, betonjavítóanyagok, betonhoz kapcsolódó egyéb termékek, speciális ragasztók, szigetelések, rengeteg termék, amiben egyébként most vagyunk. Egy másik következő referenciáink, a Rudas gyógyfürdő, nem tudom, hogy járt-e ott már valaki. Ez is egy nagyon szép referenciánk, a teljes kerámia burkolat az Mapei termékek került befektetésre. Az Eszterházi kastély van, úgy szintén az Zala Springs, ez egy golfpályának az épülete, szintén itt egyébként olyan termékcsoportok is került beépítésre, amire a homlokzaton kerámia burkolatnak a rögzítés, előszigetelése, nagyon speciális termékrendszer, nagyon nagy figyelmet igényel, nagyon könnyű elrontani. De nagyon könnyű jól megcsinálni. Tudjátok, hogy általában melyik kivitelezőt szoktak rontani? Nem a rossz kivitelezők, hanem azok, akik nem úgy építik meg a dolgokat, ahogy maguknak építenék, hanem gyorsan-gyorsan csapjuk össze, hagyd menjen a következő munkára, hadd csinálj meg, meg legyen vége. Nem arra figyelnek, hogy olyan legyen, amit én is szeretnék, hogy legyen nekem. És szerencsére a legtöbb kivitelezőnk azért olyat csinál, olyat készít. Következő Győrben, a Dunakapu tér, itt a díszburkolatotnak a fugázását végeztük a mapejfugákkal, Bükkösdi sportpálya és a Debreceni Járosi Bíróság. Ezek mind-mind a mi termékeinkkel készültek el, illetve bizonyítják azt, hogy a termékeik azok megállják a helyeket a legszélsőségesebb körülmények között is. És
ezek a referencia épületek is valójában, én még azt mondom, hogy nem az épület a referencia. Az is, de nem az az első. Az igazi referencia az, akinek ezt megcsináljuk. Az igazi referencia azok az emberek, azok ti vagytok, akik akár ezeket az épületeket, akár a saját házukat, lakásukat élvezik, ameddig csak szeretnék. És mindezt mindig a küldetésünkhez híven készítjük és tesszük, amely szerint mi mindenkor készen állunk arra, hogy a tartós környezetbarát termékeinkkel és a megoldásainkkal hozzájárjunk és segítsük az embereket, az építőket, építetőket, mindenkit abban, hogy a jövő épületeit létrehozzák, és minden tudásunkkal segítünk. Nem csak azon foglalkozunk mi, Veronika említette a képzéseket, nem csak azzal foglalkozunk, hogy odaadjuk a terméket, esetleg termékekből kiképezik a kivitelezőt, és utána csináld meg. Nem. Mi sokkal többet akarunk adni, és adunk is a piacnak. Majd be is fogtott egy pár dolgot. De példának mondanám, hogy tavaly is, és most már évek óta a kereskedőinket, illetve a kivitelezőinket más területeken is fejlesztjük, képezünk. Például mondjuk értékesítés területén, amik semmi köze a MAPEI-hez. Eladni mindent el kell. És ezen is foglalkozunk. Tehát minden tudást arra akarunk adni az embereknek, akik velünk dolgoznak, hogy a lehető legjobbat hozzák ki abban, amit építenek maguknak. Nekünk ez az életünk. Az a 146 ember, aki a MAPEI-ben van, minden egyes percét ezzel tölti, amikor dolgozik, és amikor nem, még akkor is. Még akkor is ezzel foglalkoznak. Álmukból felébresztő, és ezzel teszünk be. Ezért csapat egyébként. Mit várunk 16-ra? Pár adat. Ez a küldetésünk, azért megmutatom a küldetésünket, jó? Mert valójában fontos. Mi ezért élünk. Ez a mi dolgunk. Mi nem terméket adunk a piacnak. Terméket azt mindenki ad. Mi adunk terméket és megoldást, méghozzá fantasztikus, jót, hosszú távon működő. Hanem mi teljes dolgot adunk a piacnak. Mindent ahhoz, hogy az épületek úgy épüljenek meg, ahogy azt ők megálmodtak, ahogy ti megálmodjátok. Kinek van itt esetleg a lakás, a háza? Tegye már fel a kezét, aki már nem azért nem laktok sehol. Többiek azok volt csatornában, hol laktok? Mi ezzel dolgozunk, hogy a ti dolgotok, a ti épületeitek, a ti lakásaitok a legjobbak legyenek. Ez a mi. És ha ez így sikerül, akkor mi jól érzünk magunkat. Akkor mi rendben vagyunk. Ha nem sikerül, akkor meg javítjuk. Nem egy esetben fordult el, hogy nem sikerült. És legtöbb esetben nem miattunk. 99,5%-ban nem miattunk nem sikerül, de mi akkor is ott állunk. Ebben a MAPEI egy különleges egyébként. Na, néhány adat 2016-ról, hogy mit várunk. Becsések szerint az építőipar tovább fog növekedni. Talán arról egy adatot még, hogy a év végére, 2015 év végére az infrastruktúrális beruházások és az útépítési időpítés egy kicsit visszaesett. Illetve a növekedés lassult, most már talán tavaly év szintjén van, és az egyéb építések, az épületépítés az növekedett. És továbbra is ez várható lesz. A 200% növekedést az elsősorban az épületek építése fogja hozni. Ezt várjuk. Ugye láttuk ezt a áfacsökkentést, ami a lakóépületek ingatlanok építésénél bevezetett a kormányunk, illetve az otthonteremtés támogatás, ez a CSOK, ami megjelent. És el CSOKot azt ismeritek? Meg van jobban, mint én szerintem. Elfogadom. CSOKot még jobban. A CSOKot. Hát azt nem én adom. De köszönöm szépen, ugye remélem, én is. Nagyon sokat a kereskedéket felmértük, hogy ők mit várnak ettől a CSOKtól, ettől a családi otthonteremtési csomagtól, és bár véleményt levetítenek, nagyon sokat várnak tőle egyébként, természetesen, mint mindenki. Pár adatot levetítenék nektek, amit kaptunk, hogy fog az építőipar ebből profitálni, természetesen a nagy része úgy gondolta, hogy fog, volt, aki úgy gondolta, hogy nem fog. Szerintem egyébként fog. Tehát van olyan ember, aki ezt nem használja ki, és kihasználhatná, és megteheti azt, hogy azt a 10 millió forint hitelt, azt vissza tudja fizetni az alatt a 25 év, ha jól emlékszem, vissza kell fizetni, akkor azt, annak érdemes igény, meg igénybe kell venni. Én azt mondom, hogy ahogy mondjam, hogy ne lássák, ne hagyjuk bent a pénzt, ott nem kell bent hagyni, hanem vegyük ki értelmes dolgokra. Amit még a kereskedők, az árbevétel fogja befolyásolni? Természetesen fogja, 84% azt mondta, hogy fogja, növekedni fog az árbevétel ebből. Fehérethet-e az építőipar ezáltal? A 77% azt mondta, hogy igen. Igen, fehérethet, hiszen a áfát csak úgy kapják vissza az építkezők, hogyha van egy fehér papír.
a mosa nem fehér. És van egy sok-sok adat, ami azt mutatja, hogy mennyit vásároltak. Egyébként ezért is elég sokat teszünk a fehérelésért, mert nem tudom, ki szokott közvetlenül beszélgetni vállalkozókkal, építőipari vállalkozókkal. Tegyem át fel a kezét, aki szokott néha beszélgetni. Köszönöm szépen nektek, többiek is tegyétek meg, érdemes. Az építőipari vállalkozóknak az egyetlen nagyon nagy baja, tudjátok mi? Ez a fekete piac. Vagy azt mondják, hogy szürke piac, nem fekete egyébként, teljesen az a része. Ugyanis azért, mert ő nagyon szívesen adna számlát, csak éppen a megrendelő azt mondja, hogy számlát ne hívja, vagy ne adjál számlát. Tehát nem a szakkivitelező az, hogy a megrendelők azok, akik általában nem kérnek számlát. Hát ezért is most egy kicsit talán csak segít ebben. Kiszámít több vevőre, ugye a 80% több vevőre számít. És néhány vélemény a csokról. Amit most tapasztalunk, kereskedők tapasztalnak, hogy nagyon sok érdeklődés van, amivel gond van az az önrész. Szerintem ezt is meg fel oldani az emberek. Az önrész, most, hogy ezzel a támogatással mekkorát tudnak előre lépni. Sokan olyanok, akiknek egyébként nincs rá lehetőség egyébként semmilyen, hogy bármikor is házat vagy lakást szereznek maguknak. Most van. A legtöbb vélemény az jó vélemény, számítanak arra, hogy ebből neki bevételük lesz és növekedésük lesz. Ugye van 3 gyerekes csok, van 2 gyerekes csok, és van gyerektelen csok. Ez így van. Pár vélemény itt még. Ugye itt van egy olyan, ami azt mondja, hogy az elmúlt 25 év legjobb visszanemtérítendő támogatása. Igen, szerintem is az. Én tudtam volna jobbat, de ez is nagyon jó lesz szerintem, ha kihasználjuk. Sajnos én nem vagyok rá jogosult. Tehát nem baj. És akkor van egy ugye nagyon jó hírünk, itt ilyen sok 25-ös számot láttok mindenfele. Ugye a legnagyobb hír az, hogy a MAPEI Kft., illetve a MAPEI Magyarországon megélt 25 évet, még nem élt meg 25 évet. Ugye van ma március 9, bocsánat, április 1-én fog megélni 25 évet. Tudjátok április 1-én kinek a napja? A MAPEI-nek. Amilyen? Amilyen? Hallottam, olvastam egy írást, ezt így műsoron kívül mondom, hogy azt írta, hogy miért vagy te olyan őrült, hogy vállalkozol Magyarországon, és még termelsz is Magyarországon. Miért vagy ilyen őrült? És én azt mondom, hogy azok, akik ma termelnek Magyarországon, és ma nem sírnak, írnak, hanem igyekeznek pozitívabban hozzáállni a dolgokhoz, és saját magukra kiemelni az egész mocsárból, azok örültek, viszont azok mennek előre. Április 1-én alapították a MAPEI céget. Ez az a nap, egyébként sok minden kötődik április 1-éhez, az is kötődik, itt nincs benne a előadásban, hogy én például április 1-én vettem át a cég vezetését, direkt egyébként, így szerveztem. Az is egy történet, azt most elmondom el, mert egyszer már elmondtam, hogy lettem a vezető. Na, de elmondom, jó? Nem most. Tehát 25 éve segítjük az építőket, építettőket abban, hogy a jövő épületeit megalkossák. Mi úgy gondoljuk, egy épület, egy építőipari, bármilyen szerkezet, az egy alkotás. És ha hiszitek, ha nem, a szakembereknek a nagyon nagy része alkotni akar. Jót, hosszú távra értéket létrehozni. Akárkikkel beszélek, akik a MAPEI esetről beszélek leginkább, ők mind alkotásra vágynak, és ezt szeretnék. 91-ben alakult a MAPEI Kft., ezt már mondtam. 93-ban vette át a cég vezetését április 1-én, majd elmesélem később. Így jól vagy. Ugye? Azért nem mondhatja azt, hogy nem változtam, sajnos. Nem lett több hajam, akkor sem volt sok. Ezt a képet nehezen találtuk, mert nem is tudom, honnan vették a fiúk, a lányok. 95-ben, ja, és az első telephelyünk egyébként bérelt telephelye volt, kicsibe indultunk mi is, úgy indult az egész egy nagyon-nagyon kellemes élménnyel, hogy Ausztria volt a magyar országi MAPEI-nek a tulajdonosa, az osztrák MAPEI, és azt mondták, hogy itt az áru, fizessétek ki 90 nap múlva, és adjátok el, ennyit tudtunk egyébként az egészről. Aztán meg kell tanulnunk mindent. Hozzáteszem, amikor kineveztek engem vezetőnek, a vezetésről körülbelül annyit tudtam, mint akkor, semmit. Nullát tudtam, én értékesítő voltam, vagyok, most már vezető is. A Budaörs Iroház megépült 95-ben, majd 2002-ben megépült a Soskuti gyárunk, illetve akkor kezdtük el a termelést. Majd arról is beszélek egy kicsit, hogy mit tervezünk ezzel kapcsolatban. És néhány nagyon jó hír, 2006-ban elnyertük a legjobb munkahelyet díját. Ezt tudjátok, ez azt jelenti, ezt nem én mondom a cégről, hanem ezt a munkatársat. Ki ismeri ezt a díjat egyébként, tegyetek fel. Na tegyetek fel a kezét, tényleg ki ismeri, de őszintén, jó? Köszönöm szépen.
Ki az, aki nem ismeri ezt a díjat? Nagyszerű, ki az, aki soha nem tesz fel a kezét semmire, se bármit kérdezett? Ez most se tegyetlen. Jó, mert most se tegyetlen, csak azért így van. Köszönöm szépen. Tehát... Jó, elnyertük a legjobb munkadíjat. Ezt a munkatársainknak a vélemény alapján nyerjük el, és a munkatársainkat nem kényszerítjük arra, hogy mit mondjanak, jó? Nem is tudjuk, mit nyilatkoznak. Minden no-name megy, minden... A következő 2007-2008 Sorskuti gyárnak a bővítése, hozzáépítettük 3000 négyzetmétert a gyár, az nem kicsi lett a raktárunk. Nem is a gyárat, hanem csak a raktár bővítettük. Majd 15-ben ismét legjobb munkahely lettünk, ez tavaly. Tavaly ismét elnyertük a legjobb munkahelynek a díját, kicsit más rendszerben dolgoztak most már, de a lényeg az volt, egyébként ami nálunk a legmagasabb értéket kapta, az a munkatársi elkötelezettség. És aztán az a legtöbbet elmondja arról, hogy a cég hogy működik. És ez egyébként, ez a filozófia, ami nálunk is van az emberekkel kapcsolatban, ezt nem csak mi találtuk ki, ez az egész MAPEI filozófiája, és ez Dr. Spinczinek a lelkéből és a lényéből fakad, hogy a legfontosabb érték a MAPEI-nél az ember. Mindig is az volt, az van és az is lesz. Tehát miért? Nem bolondok vagyunk, hát ki alkotja meg mindazt, ami létrejött? Az ember, nem? Ha az ember nincs jól, akkor ami megszületik termék, az se lesz jó. És ezért kapjuk ezeket a díjakat, ezért nyerjük meg egyébként, mert ilyenne, hogy tehetséggondozás, mik vannak, még ilyenek vannak, hát nem értünk hozzá. Hogy mondják, karrierterv, ugye van ilyen is, el se értünk. Tehát ez nem. Mi ahhoz értünk, az embereket kezeljük úgy, hogy az emberek jól legyenek és termeljenek, ehhez értünk, ez a dolgunk. 2016-17-ben bővítettük a Sorskuti irodaházat. Egy kicsit kiszélesítettük, mert többen voltunk, kénytelenek voltunk hozzátenni. Aki járt Sorskut az irodaházban, gyertek el nyugodtan, szívesen láttak bárkit bármikor. Láthatja ezt a megoldást, hogy ezért van úgy a lépcsőház, hogy felmegyünk és a két fele kell menni középről, mert hozzátettük az oldalát, a jobb oldalát az épületnek. És néhány adat a 25 év tükrében, hadd mutassak nektek néhány számot, ami nekem is kellemes meglepetés volt, mert én sem számoltam mégis volt. 87 milliárd forint forgalom volt az elmúlt 25 év alatt összesen, 458 ezer tonna legyártott termék 2002 óta, 50 féle hazai gyártású termék, 85 ezer oktatáson részt vett szakember. Ennyit vett részt, és ami az érdekes, ez az oktatás, az a képzés, szakemberek képzése is sem a mi fejünkből pattant ki, hanem annak idején, hogy Ausztria megalapította a céget, azzal kezdték, és azzal kezdtek velünk foglalkozni, hogy mi kell, hogy oktassuk a szakembereket, mert akkor még egy rössöttek, hogy az a csemperagasztó. Tehát az is egy újdonság volt. Azt nem is mondja, hogy fugázóanyag. Ki az, aki tudja, mivel fugáztak régen? Na? Szakembertől. Fehér cementtel, pontosan, köszönöm. Misi azért gondoltam. Fehér cementtel. Ma már ilyen nincs, nagyon ritka. Vagy egyáltalán nincs. 1200 szerződött ügyfél, és 600 MAPEI pont, ezt már mutattam nektek. Azt hiszem, ezek szép számok mutatják, hogy mi az, amit letettünk az asztalra. Van egy kolléganőnk, aki a logisztikán dolgozik, és azt kérdezte tőlem tavaly, hogy amikor hát ilyen milliárd körüli havi forgalmak voltak, azt mondja, te Béla, nem értem, hova a fenébe megy ezzel sok termék? Nem látom, hova megy el, ugye nem látja persze onnan. Mert tényleg rengeteg termék, azért ez a 87 milliárd forint fölött rengeteg millió tonna termék van, rengeteg ezer. Hát ha 458 ezer tonna legyártott, akkor több mint 1 millió megmozgatott termék mennyisége. És akkor mit akarunk 16-ban? Érdekel titeket? Mit akarunk 16-ban? Igen. Azért jöttünk ide. Benne voltam, mert ki van, hogy ez azért elmondunk valamit? El. Kettő szólok. Jó. Ugye van egy olyan szabály,